Köszöntöm nézőinket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk. Vitatott minősítés jön a tárgyalás, sikertelen előkészítő ülés a kertvárosi gyilkosság ügyében. Hamis termékek veszélyei, mini kiállítás a Pécsi NAV ügyfélszolgálatán. Vissza a startvonalhoz az időközén, újra jelölteket kell állítani Pécsen a 15-ös körzetben. Építészetről szabadon, nemzeti kaszinó, előadás a Pécsi MCC-ben. 42. Mária Gyűdi ifjúsági találkozó. A 4 napos programra több mint 100-an regisztráltak. Nem fogadta el az ügyészség javaslatát a kertvárosi gyilkossággal vádolt fiatal férfi az előkészítő ülésen a pécsi törvényszéken. A vádlott nem ért egyet a bűncselekmény minősítésével, így nem fogadta el a mértékes indítványt sem, ami 12 év fegyházbüntetésre tesz javaslatot. Láb és kézbilincs, vezetőszer, így hozták a pécsi törvényszékre a kertvárosi hajléktalan megülésével vádolt fiatalt. Arcát nem mutathatjuk felismerhetően. Egy törékeny, szemüveges, középiskolásnak tűnő, gyerekképű férfi állt a bíróság elé, akit az ügyészség komoly bűncselekménnyel vádol. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a 21 éves férfit. Vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését, őt a bíróság 12 év fegyházra ítélje. Ezt mondta még korábban a szóvívő helyettes. Az előkészítő ülést most kedden tartották. Nem teljes mértékben értettem meg a vádiratban írottakat a kényes kivetlenség vonatkozásában, mert a nyomozás során nem került sor. Nem gyanúsították különös kegyetlenséggel a nyomozás során, ezért erre reagálni sem tudott a vallomásokban. Ez volt a kifogása az ügyészségi minősítéssel szemben. Összesen 25 nagyerejű vagy erős kalapácsütés érte az áldozat fejét, ezért a különös kegyetlenség minősítés az ügyész szerint. Az elkövető nem fogadta el a vádirat szerinti meghatározást a bűncselekményre. A nyomozás során sem ismertem az előre kiterveléseket, és ezt most is mutatom. Illetve mikor tartjuk a most kegyetlenség, ezt meglepett az előbb említett a kok miatt. Így a tárgyalás az előbbben nem szeretnék lemenni. Ha elfogadta volna az ügyészség minősítését, akkor kaphatott volna 12 év fegyházbüntetést. Mivel ezt nem tette meg, ezért tárgyalás lesz az emberülési ügyben. A vádirat szerint tavaly augusztusban a hajnali órákban találkozott a későbbi áldozattal a fiatal. Az idősebb, 60-as éveiben járó férfit étel és ital kínálásával csalta fel a lakásába a pécsi kertvárosban. Itt támadt rá hátulról az asztalnál ülő hajléktalanra egy kalapáccsal, majd a földre került, a kalapáccsal a szakértők szerint 25-ször megütött férfit, egy késsel 3-szor mellkason szúrta. Az ügyészség szerint tettét előre kitervelte és különös kegyetlenséggel hajtotta végre. A vádlott a bíróságon azt mondta, a hajléktalan támadt rá, ő védekezett. Az ügy tárgyalása október 15-én tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik. Hamis pólók, cipők, amik jelentős hasznot hoznak a gyártóknak adózás nélkül. Hamis gyógyszerek, egyéb készítmények, amik akár az életünket is veszélyeztethetik. Ezekre hívja fel a figyelmet a Pécsi NAV mini kiállítása a hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Várakozók a NAV pécsi ügyfélszolgálatán ezen a felvételen. Kevesen gondolják, hogy itt nem csak adóügyeket intézhetnek, hanem kiállítást is láthatnak. Pécsi központi ügyfélszolgálaton a hamis termékeket mutatjuk be az érdeklődő ügyfeleknek. A hivatalnak nagyon fontos feladata a hamis termékek kereskedelmének megakadályozása, a kiállítási anyag összeállítása is ezt szolgálja. Megmutatjuk az ügyfeleknek, hogy milyen jellemzői vannak a hamis termékeknek.
Márkás gyártmányú cipők, pólók a képeken, amik valójában nem az eredeti üzemben készültek, és nem az eredeti nyersanyagokból. Az ismert név előnyeit kihasználva próbálják meg a hamisítók értékesíteni a silány minőségi utánzataikat, hasznot szerezve ebből. Attól sem riadnak vissza, hogy hamis gyógyszereket állítsanak elő. Ezt a megdöbbentő kézzel írt receptet is láthatják az érdeklődők. Hihetetlen, de ez alapján állítottak elő olyan készítményt, amely akár életveszélyes is lehet. Ezen a fotón pedig a gyártási körülmények, ami önmagáért beszél. A figyelemfelkeltés mellett sok hasznos információt kaphatunk a mini tárlaton, mondja a sajtóreferens. Milyen veszélyei vannak az internetes kereskedelemnek, a hamis termékeknek milyen ismérmei vannak, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket, és milyen szankciók várnak az illegális kereskedőkre. A kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy körültekintően vásároljunk. Ne adjuk ki például a bankkártya adatainkat felelőtlenül, mert ezzel visszaélhetnek anyagi kárt okozva. De ennél fontosabb, hogy védjük egészségünket, életünket, és ne vásároljunk bizonytalan forrásból csodaszernek beállító gyógyszereket. A NAV hamis termékekről szóló mini kiállítás a Pécsen a Rákóczi úti ügyfélszolgálaton látható. Időközi egyéni képviselőválasztást tartanak Pécsen, szeptember 22-én döntöttek a helyi választási bizottságon. Mint ismert, szavazategyenlőség miatt nincs nyertes az egyik választókerületben. Az új voksoláson azonban mindenki tiszta lappal indul, akár új jelölteket is állíthatnak a pártok, szervezetek. Ez a pécsi 15-ös egyéni választókerület június 9-i szavazásának végeredménye. Hihetetlen eredmény született az önkormányzati választáson. 1224 voksot kapott két jelölt is, amivel az élen végeztek, így eredménytelen lett itt a választás. A szavazategyenlőség maradt, a jogorvoslati kérelemnek nem adtak helyt, nem volt újraszámlálás. Így időközi választást kell kiírni. Ennek időpontja szeptember 22-e. Pécs jegyzője, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, ez nem olyan lesz, mint a megismételt szavazás. Újra kell a jelölő szervezeteknek magukat regisztráltatni, nyilvántartásba vetetni, újra kezdődik a jelölti ajánlásgyűjtés és jelöltállítás, ennek eredményeként pedig a jelöltek nyilvántartásba vétele. Ugyanígy a választás napjához képest mínusz 50 nappal korábban kezdődően kampányidőszakra is sor fog kerülni, és ez egy teljesen új szavazási procedúra lesz, amelynek az eredményeként fogja majd a mandátumát elnyerni a közgyűlés 24. képviselője a pécsi 15-ös számú egyéni választókerületben. Ez azt jelenti, hogy elméletileg új jelöltek is felbukkanhatnak. Júniusban 6 lehetséges képviselő személyére szavazhattak a kerület választópolgárai. Ez a szám változhat szeptember 22-ére. Ez csak a jelölő szervezetektől függ. Új lappal indul mindenki. A választólistát is frissíteni kell, tudtuk meg Lovász Istvántól. A névjegyzék vezetése ilyenkor tiszta lappal újra kezdődik. A szavazóköri névjegyzéket a helyi választási iroda fogja vezetni, az érintett választópolgárok, azok a Nemzeti Választási Iroda közreműködésével postai úton újra értesítőt fognak kapni a szavazás napjáról, illetve a szavazási tudnivalókról. Ennek az adattartalma egyébként hasonló, azonos lesz, mint a június 9-i választást érintően, de most nem mind a 115 ezer nyilvántartásba vett, névjegyzékbe vett pécsi választópolgár, hanem csak a 15-ös körzetben szavazásra jogosult pécsi kapnak ilyen értesítőt. Közben az érvényes eredménnyel rendelkező körzetek egyéni képviselőit és a kompenzációs listán nyertes képviselőket is fogadták szerdán a pécsi városházán. Hétfőn 16 órakor emelkedett jogerőre a kompenzációs listán kiosztott mandátum, mind a 7 mandátum. Ilyen módon a tegnapi napon történt meg a város 2024-2029-es önkormányzati ciklusra megválasztott képviselőinek a mandátum levél átadása itt a városházán a közgyűlési terembe. Ugyanakkor a közgyűlésnek a 24 tagja közül az október 1-ével hivatalba lépő 24 képviselő
képviselő tagja közül, csak 23-an vehették át a megbízó levelüket. A pécsi 15-ös választókerület nyertese lesz majd a 24. önkormányzati képviselő a pécsi közgyűlésben a szeptember 22-i választás után. Érdekesség és esély csak matematikailag van rá, hogyha újra a szavazategyenlőség lesz és érvénytelen marad a szavazás, akkor újra meg kell ismételni azt. De erre a közel 7000-es választókerületben kicsi az esély, hiszen egyetlen szavazat is dönthet az elsőségről. Pécs és a hely szelleme építészetről szabadon, ez volt a címe az MCC pécsi képviseletében megrendezett beszélgetősesnek. Építész és képzőművészek mondták el gondolataikat arról, hogyan illeszkedik az épületek egészébe, akár az üvegművészet vagy a kerámia. A Pécset hamarosan elkészülő Király utcai Nemzeti Kaszinó is terítéken volt az est legérdekesebb részeként. A pécsi MCC-ben ezúttal egy rendhagyó és érdekfeszítő beszélgetésnek lehettünk tanúi. Többek között arra is kereste a beszélgetés a választ, hogy mi adja Pécs egyedi építészeti arculatát, miért olyan jelentős a város, ami az építészetet és a világhírű építészeket illeti. A fragmentumok is, tehát a töredékek is hordozhatják azt a fajta kisvárosi hangulatot, barokkos hangulatot, ami otthonossá teszi, ami kontinuussá teszi mondjuk úgy Pécsnek az épített örökségét. Ugyanakkor hát persze a fejlődés megjelenik, és ez a nagy kihívás, hogy tudunk úgy mondjuk egy meglévő épületet bővíteni, vagy nehogy Isten egy olyan új épületet csinálni, amelyik nem a kontraszttal, nem az abstrakcióval próbál reagálni a történeti környezetre, hanem valamilyen finom módon elkezdi ezt idézni. Szerintem Pécs építészete ebben a szempontból szerencsés. Nyilván a napjaink technológiai, gazdasági és mondjuk úgy, hogy jogszabályi kihelyezettségek azért nem segít ezen a szituáción. Ez azért nagyon nagy mértékben tervezői és megrendelő elhivatottság is. A rendezvény igazi különlegességét pedig az adja, hogy a látogatók megismerhetik, miként nyeri vissza régi fényét a Nemzeti Kaszinó a Király utcában. Masszi Pál a Nemzeti Kaszinó tervezője, amely az MCC Pécsi Király utcai képzési központja lesz. A tervezés fókuszai közül az elsőként a régi homlokzat rekonstrukciója lesz, mert most csak 66%-ban látható az, amit megálmodott Kirstein Ágoston 1890-es években, amikor ezt kitalálták, és azt visszapróbáljuk építeni a régi fotók, régi tervrajzok alapján, kézműves mesterekkel, hogy a régi fényben pompázzon a főhomlokzat. Ezen kívül hasznos adataink vannak a nagy teremről, ami az emeleten van, ezt bálteremként is használták, későbbiek során is volt több funkciója, most plenáris funkció vagy egyéb mulatási funkciója is lehet neki. Annak a belsejét is szintén a régi fotók alapján rekonstruáljuk. Az egyéb részek pedig azért érdekesek, mert ott a mai gondolkodás és jó építészetet használtuk abban, hogy társművészekkel, kerámiával, üvegművészettel felöltöztetve egy szép felvezető utat találjunk a nagy terem a homlokzat között. Funkciójában a földszint nyitott lesz a pécsi közönség számára. Kávézó, beszélgető, olvasó és pódiumbeszélgetéseknek ad otthont, tette hozzá Masszi Pál építész. Az északi oldal, a Mária utca, az egy kollégium lesz az itt tanulóknak, és közte is lesz még egy szárny, ami oktatási részleteket tesz magába. Ami még egy érdekesség, hogy régen itt volt a Kacsás kút, ami most a Zsolnay Múzeumban található, és ezt az MCC segítségével visszatehetjük ebbe a helyére, tehát készül egy másolat, nem úgy kell érteni, hogy eljön a Zsolnay Múzeumból, hanem egy újabb reprodukció nyomán, ez visszakerül a kertbe, és a sétaút mentén mindenki számára látható lesz működésében. A kivitelezési, közbeszerzési eljárása a napokban indult meg, ez azt jelenti az én tapasztalatom szerint, hogy évvégére lesz kb. Egy győztes, mert ez nem egy könnyű folyamat, tehát késő ősszel évvégén. Ezért a munkálatok vagy télen, vagy tavasszal kezdődnek, és először még van egy régészeti rész, mert még egy ásatási dolog is van, de az lezárulhat szerencsésen egy-két hónap alatt. Ha nagyon nagy dolgot találunk, akkor lehet, hogy tervezést is módosítja, de reméljük, hogy nem, mert azért volt előzetes vizsgálat, és akkor a kivitelezés, ha megindul, az egy másfél év, tehát becsületesen vagy tapasztalat alapján 2026 tavasza
nyara lesz, amikor birtokba vehető ez az új létesítmény. A Pécs és a hely szelleme építészetről Szabadon című beszélgetős est alkalmával szó volt még a tanulás tereiről, az építészet és képzőművészet egymásra hatásáról, a minket körülvevő épített környezetről. A 42. alkalommal rendeztek Mária Gyűdi ifjúsági találkozót az ország távolabbi pontjairól is érkeztek fiatalok, hogy 4 napon át azonos szellemiségben és értékrend alapján elmélkedjenek, cseréljék kivallásos nézeteiket műhely foglalkozások során. Egy kiváló zenekar az Azur színvonalas zenét szolgáltatott a miséken. Vasárnap új misés papok celebrálták a Szent Misét a Mária Gyűdi kegyhely szabadtéri oltáránál. Éppen műhely munka zajlik, tesztkérdéseket kapnak a fiatalok a Katolikus Caritas csoportnál a Baranya vármegyei Mária Gyüdi kegyhelyen. Itt a Mária Gyüdi ifjúsági találkozón, így a Katolikus Caritas, mint a Katolikus Egyháznak a hivatalos segélyszervezete is kint van. Kis műhelyel veszünk részt ezen az eseményen. Nagyon sok más műhely is működik, dolgozik, de mi ugye az egyház segélyszervezeteként kimondottan a segítő munka, az ehhez kapcsolódó szolgálat, hogyan tudnak a fiatalok akár részt venni a segélyszervezetünknek az életébe, hogyan tudnak kapcsolódni hozzánk. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy kis kvízt, amit kitöltenek a fiatalok, átbeszéljük velük ilyen érdekes kérdésekkel, de ezen keresztül megismerik így a segélyszervezetünknek a működését, és majd bízunk benne, hogy minél közelebb tudnak kerülni ez a fajta segítő szolgálathoz. Több mint 100 fiatal regisztrált a 4 napos 42. Mária Gyüdi ifjúsági találkozóra. Fábián Bence a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészségben dolgozik, 2 éve társszervezője a Mária Gyüdi ifjúsági találkozóknak. Előszervezésben és napi programok lebonyolításában segíti a fiatalokat. Hosszú évek, évtizedek hagyománya az, ami itt újra felelevenül. A találkozóra várjuk azokat a 16 és 35 év közötti fiatalokat, akik szeretnék jobban elmélyíteni az Isten kapcsolatukat, keresők, szeretnének Istenhez kapcsolódni, akár gyakorló hívők, és ezért vagyunk mi szervezők, és ezért próbálunk számukra minél izgalmasabb, minél színesebb és minél Istenhez közeli programot szervezni. A főszervező Kemény Fi Gáspár elmondta, heti szinten lépésről lépésre haladtak a szervezési feladatokkal. Sok teendője volt idén is, de tapasztalattal rendelkezik, ugyanis már 2. éve ő a főszervező. A találkozónak a hit és az imádság volt a témája, tehát ezzel kapcsolatban voltak műhelyek, volt Biblia műhely, ahol segítettek a Bibliát értelmezni, illetve ima műhely is volt szerzetesekkel, zenei aláfestéssel. Én részt vettem egy mozaik családos műhelyen, hogy hogyan tartsuk meg a hitünket, amikor szétdarabolódik egy család és összeáll egy új. Egészen elképesztő az ő történetük, akik tartották a műhelyt, és a hitük az lenyűgöző. Tehát különböző fajta műhelyekben igyekeztünk összefoglalni a témakört, és a visszajelzések alapján ez sikerült is. Már 1 éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. Elmondta, hogy a programokat a Ferenc pápa által meghirdetett Szent Évhez és az idei imádság évéhez kapcsolódóan szervezték meg. Ez is a címe a találkozónak, hogy meghallgatlak. Ebben tényleg így az egymással való kommunikáció, az Istennel való imádság, annak a módjai kerülnek itt kibontásra, valamint a Szentírásból is vettünk egy idézetet, Uram, taníts minket imádkozni. A keresztény embernek ez egy alapvető dolga, hogy imádkozzon, és hogy kérje a jó Istent, hogy meglegyen az égiekkel a kommunikációnk, és nem az Istennek van szüksége a mi imádságunkra, hanem az imádság által ez egy önfejlesztés is, és egyben tényleg az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, amely által mi gazdagodunk. A találkozón egy kiváló együttes, az Azur zenekar szolgáltatta a zenét a záró szentmisén vasárnap is, csak úgy, mint a többi napon. Ők a székesfehérvári Antiochiá jöttek össze, amely a plébániára alapuló szolgálatot jelent, és fiatalok végeznek fiatalok körében. Többféle zenét játszanak, nem csak a megszokott, ismert egyházi dalokat, mondta vezetőjük Izmén Dízsák.
Vannak, akik például ezen felül önszorgalomból könnyű zenei képzést járnak, onnan is nagyon sok nézőpontot, nagyon sok technikát hozunk be, és igyekszünk minél inkább az igényességre törekedni, de emellett az első számú célunk az, hogy szolgáljunk másoknak, és ebben a legjólesőbb érzés a visszacsatolás, amikor jönnek és megdicsérnek minket, hogy mennyire jó volt, mert tulajdonképpen amikor mi kritikusak vagyunk magunkkal, akkor arra jövünk rá egy idő után, hogy oké, mi magunkkal szemben lehet, hogy szőrszálhasogatóbbak vagyunk, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy a közönség és az itt résztvevő fiatalság ebből merítkezzen, és nagyon jó volt például tegnap is látni, hogy nagyon sokan becsatlakoztak a szentségimádáson olyan énekekbe is, amik még nem voltak annyira ismertek. Az ember életének legfontosabb erőt adó valósága a személyes találkozás családban, baráti körben, közösségben. Az életminőségünk azon múlik, úgy épül fel, mennyit, kikkel, milyen minőségben találkozunk, mondta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke a találkozó helyszínén. A kereszténységet nézzük, akkor a kereszténység pedig teljesen erre épül, első perctől kezdve, hogy összejöttek, együtt voltak, találkoztak, figyeltek egymásra, segítették egymást. Az a krisztusi üzenet, az a krisztusi gazdagság, amit ő 3 éven keresztül az apostolokkal felépített. Találkozott emberekkel, kiválasztott embereket, meghívott embereket, hogy utána ők is vigyék tovább ezeket a találkozásokat. Hát ezek a fiatalok most, nagyon boldog vagyok, hogy itt vannak, különböző szinteken beszélgetnek, de a lényeg az, hogy együtt vannak, hogy találkoznak, beszélgetnek, és én arra fogom biztatni őket, hogy otthon nagyon komolyan legyenek ők részesei a helyi találkozásoknak. Legközelebb 2 év múlva lesz Mária Gyűdi ifjúsági találkozó, jövőre ugyanis szent év lesz, ami más program szerint zajlik majd egy másik helyszínen. A záró vasárnap még azért volt különleges, mert új misés papok mutattak be szent misét. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!